ki, dominó se ki, hát így most fikit iregettek, geci. Aurélió, egy kis faszopó, csicska kis buzi, meglátom, megkúrom, segbe fogom baszni a kis buzi gyereket, de úgy fogom meglátni, az volna a vidéken, akik valahogy hol a kurva anyába. Geci. Mindjárt kikapcsolom, jó drágám? Alszunk. És csak azt hiszed. Aurélio miért mondta, hogy kamaz összes ruhám? Hát mert így, azért. Azzal kezdett el flexelni, hogy neki, mutasd már haver, milyen kocsid van, és ül egy 3-4 milliós dízel mercibe. Akkor innentől kezdve a beszélgetés így off. Az a baj, hogy már mamákat is baszol, vagy mire beszéltek, idióták? Baján lakik, hát ez hol a geciben van? Én Pesten kívül nem megyek sehova. Jó, vannak még szép városok, de valahogy én nem mozgok Pesten kívül máshol. És menjek le Bajára, hogy megkúrjam, aztán feljelent. Még egy ügy hiányzik a nyakamba, úgyis most már büntetett előéletű leszek. Feljelentett a West End. Te mit vigyorogsz? Ja? Ja. Amúgy többet teszik az én kocsim egy hónap jobban, mint neki az egész kocsi egy évben. Na ebben most nagyon nagyot mondtatok amúgy, innentől kezdve egy ilyen ember... Csicska buzi kis faszopó. Legalább kurtam egy jót. Na látod, ez igaz, a nagy tantra nagy műszövészetét kieresztettem most magamból, most nyugodt vagyok. Te is nyugodt vagy? Elég, ha csak bólogatsz. Még nyugodtál? Hú. Többet teszik a kocsi, mint Aurélio egy nap. Több pénzem megy el a tankra, mint amennyit teszik Aurélio egy nap. Basszam ki azt a csöves száját. És amúgy ez tényleg így van, most nem flexerek, de ha már ezt veszük figyelembe, ha egész nap megyek a Mustanggal, többet teszik a Mustang, mint Aurélio egy nap, ha megeszik egy kenyeret, meg egy palizert, hogy verjem a szájában a csicska gecinek. Többet teszik, mint ő egy nap. Hát ez mi amúgy? Ez full ciki. Ez nekem kellemetlen, gyerekek. Kis bajai halászlé bassza meg a száját.